Sziasztok, én KZ vagyok a Hollywood Productions-ből, és ez a Home Studio sorozatom harmadik része. Ma azzal fogunk megismerkedni, hogy hogyan tudjuk felváltani valódi gitárerősítőnket virtuális vagy VST erősítő szimulációval. Előző videómban megmutattam, hogy a Signal Chain létrehozásához milyen hangkártyát, PC-t és audio szerkesztő szoftvert használjunk. A visszajelzéseitek alapján úgy döntöttem, hogy a Reaper audio szerkesztő szoftverben fogom bemutatni az erősítő szimulációk használatát, azonban minden DAW-ban hasonlóan működnek. Érdemes azonban mindenkinek kipróbálni a Reaper-t, hiszen ez egy kiválóan funkcionáló szoftver, mely kevés helyet foglal, és ráadásul kvázi ingyenes, hiszen a próba verziója sosem jár le. Nulladik lépésként menjünk fel a hangkártyánk gyártójának honlapjára, és töltsük le, majd telepítsük a drivert. Ezt már az előző videómban megmutattam. Csatlakoztassuk a hangkártyát, és nyissuk meg a Reaper-t. Ezután utunk vezessen az Options-en belül a Preferences-be, itt pedig az Audio-n belül a Device-ra kattintsunk. Fontos, hogy az Audio Systemnél az ASIO legyen kiválasztva, alul az ASIO drivernél pedig válasszuk ki a hangkártyánk előbb feltelepített driverét, ez esetemben az UMC ASIO driver. Válasszuk ki, okézzuk le, majd állítsuk be a bemeneteket, azaz az inputokat, illetve a kimeneteket, azaz az outputokat. Ez azért fontos, hogy a Reaper képes legyen fogadni a jelet a gitárból, majd továbbítani azt a hangkártya kimeneteire, a fülhallgatóba és a hangszóróba. Ezután nyissuk meg az ASIO Configuration gombot. Ez mindenkinek majd a hangkártyájától függ, hogy pontosan hogy néz ki, azonban általában be lehet állítani a sample rate-et, ami nekünk 44100 vagy 48000 Hz legyen, illetve a bit depth-t, ami 24 bit legyen. És akkor el is érkeztünk a számunkra legfontosabb beállításra, ami a buffer size, ami majd szabályozni fogja nekünk a gitárhang késését. Amikor a processzorunk feldolgozza a gitárból a hangkártyába érkező jelet, azt blokkokban teszi. Minél kisebb blokkokban teszi ezt, annál gyorsabb lesz a folyamat, tehát annál kevesebb lesz a késleltetés, azonban annál jobban igénybe veszi a processzorunkat. Hogyha valós idejű erősítő szimulációt szeretnénk használni a számítógépünkön, akkor ezt a buffer size-ot vagy blokk méretet a legkisebbre kell állítanunk, ahol még nem tapasztalunk klikkeket, hangkimaradást és kattanásokat. Ha azonban csak mixelni szeretnénk, tehát nem akarunk valós idejű effektezést használni valamilyen hangkártyába dugott hangszeren vagy mikrofonon, akkor elég a buffer size-ot akár a legnagyobbra állítani. Ezzel pedig biztosítjuk, hogy mixelés közben ne legyenek szintén klikkek, kattanások vagy megakadások. Amikor gitárt felveszek, azaz szükségem van az effektezett gitárra, akkor én 32-re vagy maximum 64-re szoktam állítani a buffer size-t, ekkor nem észlelek hallható késést. Amikor viszont csak mixelek, jellemzően 2048-ra állítom, ugyanis ez a legnagyobb buffer size, amit a hangkártyámon be lehet állítani. Egyes hangkártyák esetén, például a Focusrite modelleknél nem puffer méretet lehet megadni, hanem egy késés értéket millisekundumban, itt értelemszerűen a kisebb okoz kevesebb késést. Más modelleknél lehet olyan, hogy az eszköz teljesítményét kell high speedre, azaz nagy sebességűre állítani. Mivel most valós időben szeretnénk effektezni, állítsuk a buffer size-t 32-re. Ezt leokézhatjuk, és kezdhetjük az erősítő szimulációk beszerzését. A következő lépés az erősítő szimulációk beszerzése, letöltése és telepítése. Az ingyenes változat az ML Sound Labs Amp Druids modellje, amely egy ismert YouTube-os producer, Ryan Fluff Bruce erősítőjét szimulálja. Ennek letöltéséhez menjünk fel az ML Sound Labs leírásban is linkelt honlap címére, és jelképesen vásároljuk meg az erősítő szimulációt $0. Ha letöltöttük, nyissuk meg a telepítőt. Itt felhívnám a figyelmet erre az első nagyon fontos ablakra, ahol a VST3 plugin telepítési helyét látjuk. Ezt bizonyos telepítőkben állítani is lehet, azonban itt csak megmondja nekünk, hogy a Program Files, Common Files VST3 mappába fogja tenni. Ez azért lesz fontos, mert a későbbiekben a Reaperben ezt a mappát kell beállítanunk ahhoz, hogy felismerje ezt a plugint. Ha ezt feljegyeztük, csak kattingassuk végig a telepítőt.
Vannak más típusú pluginok is, mint például ez a TS Subscreamer pedál az Ignite Amps-től, amit szintén linkelek a leírásban, ugyanis ezt is szinte minden erősítő elé be tudjuk tenni. Itt egyszerűen letöltjük a Windows-os zip fájlt, és egyszerűen átmásoljuk a plugin DLL fájlját a plugin mappánkba, ami ugye a Program Files, Common Files, VST3, de más mappát is megadhattok természetesen. Ha megvagyunk a telepítéssel, menjünk be a Reaperben az Options, Preferences és VST menübe. Itt pedig az Edit gombra kattintva addoljuk hozzá a mappát, ahova telepítettük a plugint, ez ugye a C Program Files, Common Files és VST3 mappa volt, azonban nyilván azt adjátok hozzá, ahova telepítettétek a pluginokat. Okézzuk le és nyomjunk rá a rescanre, ezzel beszkenneli az összes pluginatokat a szoftver. A könnyebb használat érdekében menjünk az Options-re, és a témáknál állítsuk át a Default 5.0-ra, ez ugyanis szerintem egy könnyebben kezelhető téma. A File, Save Project beállítással mentsük el a projektünket, lehetőleg egy új saját mappába. Ezután a Ctrl-T billentyű kombinációval hozzá is tudjuk adni az első sávunkat a projekthez. Nevezzük is el mondjuk gitárnak. A mixert a Ctrl-M kombinációval tudjuk megnyitni, ez hasznos lehet azoknak, akik esetleg analóg mixerekhez szoktak a múltban. Ekkor csatlakoztassuk a gitárunkat a hangkártyába, és addig állítsuk a bemeneti érzékenységet, amíg már a legerősebb pengetésünk sem vezérli túl azt. Ekkor kattintsunk rá a piros Arm Recording gombra, amivel azt érjük el, hogy a sávon keresztül menjen a gitár hangja, illetve hogy majd erre a sávra vegye fel a gitárt a szoftver. Itt az In-1 gombra kattintva beállíthatjuk, hogy a bal vagy a jobb bemenetbe dugtuk a gitárt. Nézzük meg továbbá, hogy itt a kis hangszóró ikon on állásban van-e. Ha nincs, állítsuk arra. Ekkor már, ha megpengetjük a gitárt, látnunk kell a bemeneti jelerősséget a szintmérőn. Hallható, hogy nekem még néha torzít, klipel a hang, ezért leveszek egy kicsit a bemeneti érzékenységből. Most már jó lesz. Ekkor már a fülhallgatóban és a hangszórón is hallanunk kell a gitár tiszta, direkt jelét. Hogyha késést tapasztalunk a pengetésünkhez képest a visszaállott gitárban, ellenőrizzük, hogy lecsökkentettük-e a buffer size-ot. Amennyiben nem halljuk a gitár hangját, tekerjünk vissza a videó elejére, és próbáljuk meg újra elvégezni az összes beállítást. Ha viszont sikerült elérni, hogy szóljon a gitár, nincs más hátra, mint az FX gombra kattintva betenni az M-Druc VST-t a Signal Chain-be. Ehhez az érdemes a keresőbe beírni azt, hogy M-t. És már van is torzított hangunk. Válasszunk ki egy nekünk tetsző presetet. Alapvetően készen is vagyunk, ezt használhatjuk akármikor gyakorlásra. Ha véletlen túl halk vagy túl hangos lenne a gitárunk, azt itt a sávon a volume potméterrel tudjuk állítani, illetve balra és jobbra ki tudjuk tenni a pen potméterrel. Dupla katta a nullába állnak egyébként ezek a potméterek. Nézzük is meg azonban, hogy mit tud még ez a plugin. Ehhez vegyünk fel valamit a gitáron, hogy utólag tudjuk állítani a hangot. Bekapcsolom a metronómot, hogy konzisztens legyen a felvétel. Alul itt a BPM-nél tudom állítani a tempót, de most 120 az pont jó lesz nekem. A Ctrl-R gomb megnyomásával, vagy itt alul a recording gomb megnyomásával tudjuk indítani a felvételt. Ez jó is lesz nekünk. Jelöljük ki, itt fönt, és loopoljuk be ezzel a gombbal. A projektet egyébként itt fölül a bal klik lenyomásával tudjátok mozgatni. Nos, akkor nézzük meg, hogy is hangzik, és játsszunk egy kicsit a pluginnal. We'll be right back.
Hallhatjátok, hogy egész jó kis hangzás kerekedett belőle. Itt egyébként ez a plugin képes pedálokat szimulálni, mint láthatjátok, van benne egy zajzár, egy overdrive pedál és egy zengető, illetve van ugye itt az erősítő szimuláció, és a hangszóró és mikrofon szimuláció is bele van építve, ebből sajnos csak egyből választhatunk, hogy be legyen kapcsolva, vagy ne legyen. Ezt egyébként angolul impulse response-nak, vagy IR-nek szokták hívni. Nézzük meg, hogy hangzik nélküle. Hallhatjátok, hogy ezt mindenképpen érdemes használni, olyan, mintha a gitár hangszóró nélkül hallgatnánk az erősítőnket. Nézzük meg azt is, hogy mit tud a reverb pedál. Hallhattátok, hogy egy kellemes zengetést ad a hangnak, így tudunk akár szólókat is játszani. Reverb-ből általában nem érdemes túltolni a mixet 10 vagy 20%-on, ez ugyanis azt állítja, hogy mennyi legyen a zengetőzött jel és az alapjel aránya. Ha kész a hangzásunk, adjunk hozzá valamilyen számot, amire rájátszunk. Ezt egy kicsit megfűszerezem azzal, hogy egy demomból backing tracket készítettem magamnak. Egyszerűen a mappából húzzuk be a már korábban hozzáadott trackünk alá egy újabb trackre. Ilyenkor érdemes beállítanunk a metronómot is ehhez a számhoz, azonban ez pont 120 BPM-es. Felhívnám a figyelmet a snap funkcióra, amit az Alt-S kombinációval tudunk kibe kapcsolni, látható, hogy ha ki van kapcsolva, akkor szabadon tudjuk mozgatni a hangfájlt, azonban ha bekapcsoljuk, akkor csak az előre beállított metronóm ütemjeire vagy szubdivízióira tudjuk húzni a hangfájlt. A szubdivíziót egyébként itt tudjátok jobb klikkel állítani, éppen most negyedesre van beállítva. Játsszuk is fel a gitárt. Nem lett tökéletes, de demo felvételnek jó lesz. Hallgassuk is meg, és állítsuk be a hangerőt. Mivel a read rész elején hibáztam, az S-sel megvágom és kijavítom. A kontrollal és a húzással tudjuk megduplázni az egyik részét a hangfájlnak. Most adjunk hozzá a lead race-hez egy kis reverb-öt. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy duplikáljuk a tracket, és kitöröljük az elejét, a másikról pedig a végét, és erre a második lead trackre elhelyezzük a pedálbordon a reverb-öt. Az S betűvel be tudjátok szólózni egyébként ezt a tracket, az M betűvel pedig le tudjátok halkítani teljesen. Így jó is lesz, hallgassuk meg. Ezzel a hangzással már elégedett vagyok.
Most pedig jelöljük ki azt a részt, amit ki szeretnénk exportálni hangfájlba, kattintsuk a File Render opcióra, és itt nevezzük el a fájlt, illetve válasszuk ki a Browse menüben, hogy hova szeretnénk, hogy kirenderelje a szoftver. Formatnak beállíthatunk veszteségmentes WAV-ot, vagy esetleg MP3-at is. Ha mindent beállítottunk, kattintsuk a Render File opcióra. Szeretném megköszönni, hogy megnéztétek ezt a videót, valószínűleg sokatok számára elég sok újdonság volt ebben, azonban, hogyha szükséges, nyugodtan nézzétek meg többször, és végezzetek el minden szükséges beállítást ahhoz, hogy működjön az erősítő szimuláció. Minden jót kívánok, sziasztok!